megkezdődött a mai napon egy próbaüzem. Megújult és turisztikai funkciót kapott Gyula egyik meghatározó épülete. Játszóház Gyula elnevezéssel gyermekszabadidős élményközpontot alakította ki a Szent Miklós parkban található, egykori alispáni lakban. Hétfőn megkezdődött a próbaüzem. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, mielőtt a gyermekek széles köre előtt, mindenki előtt kitárnák az ajtókat, azelőtt az animátorokból álló csapatnak meg kell tanulnia, hogyan működtessék az épületet. Turisztikai funkciót tudtunk megvalósítani, olyan turisztikai funkciót, amely egyúttal a gyulai családoknak is kitűnő lehetőséget kínál a gyermekek megőrzésére, illetőleg játszóház keretén belül a szabadidő nagyszerű eltöltésére, valamint gyerekzsúrok lebonyolítására. A elvünk az, hogy tekintettel arra, hogy Gyulán nagyon sok műemléképület van, a műemlékeket úgy lehet igazán megőrizni, hogyha életet viszünk bele, és ugyanúgy élettel teli házként működik, mint eredeti funkciója szerint, amikor építették, kellett, hogy működjön, ez biztosítja ezeknek a házaknak a megmaradását. A gyermekeket korcsoportok szerint külön-külön helyszíneken helyezték el az épületben. Többek között társas játékszoba, parti szoba, gamer szoba, mászó és ugráló szoba várja őket. A játékpincében biliárdozni, dárcozni és csocsózni is lehet azoknak, akik baráti összejövetelt, születésnapot vagy céges rendezvényt szeretnének szervezni. A belső terek mellett lehetőség nyílik tavasztól kora őszig az udvaron is játszani, ahol csoportos foglalkozások mellett színházi előadásokat tartanak majd. Emellett sportolási lehetőség is nyílik a fiataloknak a Ninja pályán. Kovács József országgyűlési képviselő az épület történetét mutatta be, majd rávilágította arra, hogy ez a hiánypótló, 4 évszakos attrakció a gyulaiak mellett a városba látogatókat is megszólítja, és nyitott mindenki számára. A helyi önkormányzatok a középületeknek a legjobb gazdái, azért, mert ők élnek a településen, ők tudják, hogy mit lehet és mit kell vele végezni, és olyan célra, ami éppen ezt szimbolizál. A Játszóház Gyula elnevezésű gyermekszabadidős élményközpontot a tervek szerint július közepén nyitják meg.